Több oka is volt az ünneplésre a bátaszéki ese karatékáinak az elmúlt héten lezajlott budapesti Európa-bajnokság után. Nagy Ákos vezetőedző irányításával a 90-es évek közepétől számítva már ez a negyedik, de lehet, hogy az ötödik vadós generáció épül fel, amely az éppen aktuális Európa-bajnokságokon is képes aranyakat begyűjteni. Nincs generációs ül, jönnek az újabb, magas képzettségű, kiváló, győzelemre termett küzdő és harcképességű versenyzők. Egyéniben és csapatversenyben, a gyerekektől a felnőttekig, kümitében és katában egy tucat aranyat, vagyis Európa-bajnoki címet szereztek a bátaszékiek a budapesti vadó Európa-bajnokságon, megidézve ezzel a legsikeresebb éveket az elmúlt negyed századból. Volt egy pár olyan versenyzőnk, aki gyakorlatilag legyalulta a mezőnyt. Tehát ilyen az Izsák Bence, aki még a döntőben is 8 pontos győzelmet tudott aratni, de ilyen a Győri Li, aki most sorozatosan nem úgy jött ki neki a lépés, ráadásul legutóbb a Cikádor kupán még egy bokaszalag húzódás is hátráltatta, tehát fel kellett adnia konkrétan 2-3 héttel ezelőtt még egy versenyt, és felépült, és gyakorlatilag átgyalogolt a mezőnyön. Tehát kétség nem férhetett hozzá, hogy ő uralja ezt a mezőnyt. Tovább ott volt a Kaszás Maja, akinek nem volt olyan mérkőzése, hogy ne szerzett volna ippon értékű találatot. A Romány Ivéd a katába valami olyasmit alkotott, hogy kétség nem fért hozzá, hogy a felnőtt férfi forma gyakorlatban ő a legjobb a stílusban. A visszatérő, illetve hosszabb sérülésből felépülő felnőttek, mint például Romány Ivéd, Kaszás Maja, Faller Martin mellett a hazai versenyeken remeklő új bátaszéki generáció is kivágta a rezet az EB-n. Nem csak küzdelemben, hanem formagyakorlatokban is tűnnek fel az új tehetségek Nagy Ákos karate műhelyében. Itt vannak a kicsi fiú csapatkatások, a Váncsa Zsombor, a Puskás Donát és az Elekes Máté, akikből most 3 hónap alatt csináltunk egy olyan szenzációs kata csapatot, akik erre joggal lehetünk büszkék. Vagy itt vannak a kicsi lányok, az Izsák Fruzsi, a Hefner Zsófi, a Péter Panna, akik fantasztikusan küzdenek. Szóval lehetne neveket sorolni, és én nem örülök, hogy az utánpótlásba is fel tudunk sorolni olyan neveket, nem csak a régi nagy neveket, hanem igen, most már joggal lehetünk büszkék olyanokra, akik az utánpótlásból jönnek fel, és azért ez egy reményt adó dolog a jövőre nézve. Visszatérve a felnőttekhez, Faller Martin egy csapat arany mellé egy igen értékes bronzérmet is szerzett, egy nagyon nehéz ágról eljutva a dobogó 3. fokáig. Az első mérkőzés, ami lett volna egy írversenyző ellen, az sajnos elmaradt, mert valamiért nem volt itt. Ugye így egyből az elődöntőben voltam, mérkőzés nélkül, és a magyar ellenfelemnek már volt 2 mérkőzés a lábába. Most lehet azt mondani, hogy valakinek ez jó, mert ugye kipihentebb lenne, de ugye nem éreztem én úgy még a küzdőteret, mint az ellenfelem. Meg ugye ismertük is már egymást, tehát tényleg gyakorlatilag a 3 perces küzdőidőből egy olyan 2 percig ment az ellenfélnek a reakcióinak a kiismerése, és ugye utána, tehát konkrétan 3 pont volt azon a mérkőzésen, ugye 2-1-re veszítettem sajnos. Úgy érzi, az a stílusváltás, ami nála az utóbbi évben bekövetkezett, legközelebb akár egy egyéni EB aranyra is esélyessé teszi. Alapállásnál ugye akár balos, akár jobbosban az első kezem úgy kezd egész jó lenni, egész gyors, pontos, illetve a kombinált támadásokra kell most már ráépítsem a küzdésemet, illetve egyszer-egyszer meglepetésszerűen elengedni akár egy lábrugást, mert az is már kezd egész jól összeállni. Túl azon, hogy a bátaszéki versenyzők a várakozáson felül szerepeltek a hazai EB-n, még egy nyomós ok volt az ünneplésre. A Magyar Karate Szövetség ugyanis a bátaszéki tímet kérte fel a kontinens viadal megrendezésére, amit Nagy Ákosék közmegelégedésre végeztek el. Bozsulik Róbert polgármester a versenyzőket köszöntő ünnepségen ezt sem csak úgy zárójelesen említette. Büszkék lehetünk ezen a napon is a bátaszéki karatesportolókra, és büszkék lehetünk a sportvezetőkre is, hiszen nem véletlenül kapta meg Nagy Ákos és szervezőcsapata az Európa-bajnokság szervezési feladatait is, ebben is jelesre vizsgázott. Azok a stábtagok, akik eddig a Cikádor és Széki kupán, illetve a házi versenyeken mellettünk tevékenykedtek, azoknak most egy-egy terület ki volt adva, és azt tökéletesen ellátták. Szóval tudtam, hogy jó kezekben van az a terület. Tehát a Zsolt csinálta a staffot, az Antal János barátom csinálta az adminisztratív dolgot, a Szilágyi Péter volt, a Jolly Joker a fő probléma megoldó.
Na és a szülőkről se feledkezzünk meg, akik a bátaszéki nagy-nagy karate családot alkotva most is sok apró, de fontos dologban maximálisan segítik az edzők és a gyerekek munkáját. Legyen szó egy-egy hétközi edzésről, vagy éppen az év főversenyéről, mint most egy Európa-bajnokságról.